Néhány éve a tanári pályáról nyugdíjba vonult Tisza Bercelen Száraz Lászlóné. Kezdetben otthoni kézi munkával, tűgoblány készítéssel töltötte az időt, ez azonban kevésnek bizonyult. Folyamatosan érett a gondolat Margóban, hogy bemutassa szeretett kisközségét. Ez végül egy több mint 700 oldalas könyv formájában valósult meg, amely hosszas kutató munkát igényelt. Elkezdtem anyag után járni, megyei könyvtár, levéltárba jártam nagyon sokat, aztán különböző újságokból, régi dokumentumokból, jegyzetekből, tudományos munkákból, végül is kellett hozzá egy 6 év, amíg ez az anyag összeállt. Ez nem jelenti azt, hogy állandóan dolgoztam rajta, hanem közben volt család, meg munka, meg egyebek, úgyhogy most tavaszra jött össze az anyag. Egész amatőr módon dolgoztam, tehát semmiféle helytörténeti tudománnyal nem rendelkezem, tehát ez egy teljesen amatőr munka, úgy, ahogy én elképzeltem. A címe azért is ez, hogy az én belszerem, tehát hogy egy ilyen sajátos nézőpontból, az én szemüvegemen, szemön keresztül próbálom Bercelt múltját, jelenét és jövőjét bemutatni. Minden kiadvány fontos, amely egy településsel kapcsolatban megjelenik. A hétfőn bemutatott könyv a történelem kezdetétől átfogóan enged betekintést a változásokba. Erre nem csak a szerző és a helybeliek büszkék, hanem az önkormányzat is. Ezért örömmel támogatta a könyv 100 példányos kiadását. Elsősorban anyagilag tudja támogatni, bár a jelenlegi helyzetünk az nem tette lehetővé, hogy teljesen úgy, ahogy mi szerettük volna odálljunk a könyv mögé, de Egy olyan összeggel tudtuk támogatni a könyvet, ami azt gondolom, hogy segítség volt ahhoz, hogy meg tudjon jelenni egy ilyen példányszámban, egy ilyen kis példányszámban. Tudjuk, hogy minél kisebb egy példányszám, nyilván annál drágább ez a könyv. Hozzájárul az önkormányzathoz ehhez a megjelenéshez, de én azt hiszem, hogy a következő megjelenéshez is tudunk majd hasonló segítséget adni, mert azt tudjuk és látjuk, hogy van igény erre a könyvre, hiszen már elfogytak a meglévő példányok. A könyv első jegyzete 2016. szeptember 8-án készült el, végleges formája pedig különböző fejezetekre és történetekre tagolódik. Szó esik benne megyénk legrégebbi gőzerőmű szivattyú telepéről, amely 1983-ban műemléki védettséget kapott, valamint a mellette álló különleges, föld alatti rókatorokkal összekapcsolt 42 méter magas falazott téglakéményről is. A sok érdekes témából maga a szerző is nehezen választ kedvencet. Talán a falusi élet témakör, ami konkrét, tehát a falu történetét viszi végig, és azon nagyon jó volt úgy végighaladni, hogy emberi arcokat bemutatni. Van egy ilyen területe is a könyvnek, hogy arcképcsarnok, tehát bemutatni embereket, úgy kicsit közelebbről a munkásságukat, az egyszerűségüket, a nagyszerűségüket. Úgyhogy talán ez a rész, ami konkrétan az emberekről szól, mert ugye van a Tiszáról, van a TS-ről, de itt igazán az emberekről szól ez a falusi élet, hogy hogyan jöttek régen, hogyan küzdöttek a mindennapjaikba. Én ezt láttam is már úgy gyerekszemmel is, meg már 6 évtizeden, 7 évtizeden keresztül, úgyhogy ez a rész úgy nagyon kedves a szívemnek. A könyv egyik különlegessége a borító, amely kihajtva egy teljes panoráma képet láttat a településről, a református templom tornyából.